Most megmutatom, hogy hogyan tudod nagyon egyszerűen kirakni a Rubik kockát, még akkor is, hogyha sosem raktad ki. Még mielőtt belemennék a részletesebb kirakásba, van néhány dolog, amit tudnotok kell. Egyrészt, hogy az elemeket hogyan nevezzük, mert én is így fogok rájuk hivatkozni. Ezek itt az élelemek, ezek itt a sarokelemek, amik a sarkokon vannak, és ez itt a középelem, úgyhogy közép, él és sarokelemek. A kockát pedig általában így fogjuk, ez az alapállás. Üvegkújjak elől, több új hátul is itt tartjuk a kockát. Ezen kívül néhány jelölésre is szükségünk lesz, ami azt adja meg, hogy melyik oldalt kell éppen forgatni. Van például a jobb oldal, ez az R lesz. Ez nagyon fontos, hogy mindig az óramutató járásával megegyező irányba megy. Hogyha jobb oldal, akkor erre forgatjuk. Hogyha jobb vissza, azaz egy vessző van fölötte, R vessző, ez azt jelenti, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba. Használni fogjuk még a balt, ez L betűvel lesz jelölve, és ez így erre megy a bal oldal, és a bal vissza pedig a másik irányba. Lesz a szembe, az F, ez így erre megy, hogyha ide képzeljük az órát, és a szembe vissza, F vessző, visszafele. Lesz még a teteje, az U, up, ez erre forog, és vissza. Ezen kívül még van más is, például van a hátulja, back, ez itt erre forog, van az alja, down, D, ez erre forog, de ezeket most nem fogjuk használni. Úgyhogy, hogyha már van egy összekevert kockánk, akkor az első lépés, hogy kirakjuk a fehér keresztet. Méghozzá úgy, hogy ne csak a kereszt legyen meg itt a fehér oldalon, hanem itt ezek az él elemek is stimmeljenek. Ezt akár magatoktól, illetve ezt és az fehér oldal teljes kirakását is akár magatoktól meg tudjátok próbálni. De meg is mutatom, hogy akkor ez hogyan érdemes, hogyan jó csinálni. Először is a kockát úgy tartjuk, hogy a fehér oldal legyen itt alul. Nézzük meg, hogy itt alul a fehér oldalnál van-e olyan élelem, ami itt már jól van a fehér. Lehet látni, hogy ez itt jól van. Viszont ez itt a rossz helyen van, úgyhogy ezt itt az alsó oldalnak a forgatásával ide is lehet rakni. Több nincs ilyen, úgyhogy most mindegy, illetve ha lenne, akkor lehet látni, mondjuk itt van mondjuk ez is. Hogyha ezt itt a helyére forgatjuk, akkor ezt elrontjuk, úgyhogy ilyenkor kicsit máshogy kell csinálni. Hogyha már egy vagy több elem itt bent van, és van egy másik, ami ugyanúgy fehér, és a fehér így lefele néz, akkor azt kell csinálni, hogy ezt az elemet velünk szembe tartjuk, és kétszer elforgatjuk a szembe oldalt, hogy ide feljöjjön. És hogyha itt fent van, akkor megfogjuk úgy a kockát, hogy ez a szín, ami mondjuk itt van most, ez a piros, ez velünk szembe legyen a közepe, és ezt az elemet, amit előbb kiszedtünk, ide forgatjuk, és akkor már csak kétszer leforgatjuk, és ide is került. És lehet látni, most ez kicsit más, mint az előző, mert hogyha most kétszer így elforgatjuk, akkor nem fog sikerülni. Ezért ilyenkor azt kell csinálni, hogy velünk szembe tartjuk, hogy most ez a, most pont ez a zöld közép és a zöld elem is velünk szembe nézzen, ezt a tetejét így elforgatjuk a bal ujjunkkal, ez a teteje vissza, a jobb oldalát le, jobb vissza, a szembe oldalát forgatjuk, ez itt helyre is áll, de figyelni kell arra, hogy ezt itt most ne rontsuk el, úgyhogy ezt itt vissza kell fordítani. Lehet, hogy olyan állás fog kijönni, hogy egy elem, mondjuk itt ez a fehér zöld, már itt bent van kettő jól álló elem között. Ilyenkor nagyon egyszerű, amit csinálunk kell. Úgy tartjuk, hogy ez itt a jobb kezünknél legyen, ezt itt a jobb oldalát egyszer jobb oldala, a tetejét elforgatjuk, hogy ez az elem itt velük szemben legyen, és ezt a jobb oldalát vissza. És lehet látni, hogy ez ki is jött, és ahogy előbb mutattam, velünk szembe tartjuk, és így be tudjuk helyezni. És hogyha megvan ez a fehér kereszt, akkor jöhet az első sor kirakása. És mint már mondtam, ezt akár meg is próbálhatjátok magatoktól kirakni, ez szerintem menni fog. De meg is mutatom, ugyanúgy tartjuk, hogy a fehér oldal lefele nézzen, és megnézzük, hogy a felső, a sárga oldalon van-e olyan fehér sarokelem, ugye olyan sarokelem, amiben van fehér, hogy itt felénk néz ez a fehér rész. Úgyhogy forgatjuk körbe, lehet látni, ez is itt felénk néz, ez is felénk néz, ez felfele néz, úgyhogy ez most nem jó, ezt később megmutatom, de hogyha nézzünk egy olyat, ahol felénk néz, mondjuk itt van ez a fehér narancssárga kék. Nézzük meg, hogy hol a helye, ennek itt a fehér narancssárga kék, úgyhogy ezt az elemet ide kell fordítani, hogy itt a saját helye, ugye itt a helye ide kell bekerüljön, e fölött legyen. Itt kettő lehetőség van. Az egyik, hogyha ugye felénk néz, a jobb kezünknél is lehet, vagy lehet a bal kezünknél. Most lehet látni, hogy most felénk néz, és ez a jobb kezünknél van. Úgyhogy ilyenkor a jobb kezünkkel indítjuk el, a jobb kezünkkel csináljuk meg a teteje oldalt, úgyhogy teteje. Most ugyanúgy a jobb kezünkkel a jobb oldala, a tetejét, amit előbb elfordítottunk, vissza, majd a jobb oldalát is vissza. És lehet látni, hogy ez be is került.
megmutatom még egyszer, ugye, így fogjuk, felénk néz, jobb kezünkkel indítjuk, mivel a jobb kezünknél van, teteje, jobb, teteje vissza. Nézzünk tovább, lehet látni, itt van még egy olyan fehér, ami felénk néz. Ez most a fehér zöld. Piros, nézzük meg, hol a fehér zöld. Piros, fehér zöld. Piros, ez itt van, úgyhogy ide forgatjuk a saját helye fölé. Most, hogyha így tartjuk a kockát, ahogy az előbb, lehet látni, hogy ez nem néz felénk a fehér. Úgyhogy átfogjuk, hogy a fehér felénk nézzen. Most a fehér az a bal kezünknél van, úgyhogy a bal kezünkkel indítjuk el, hogy teteje vissza. Ugye, a bal mutatójunkkal. A bal kezünkkel ugyancsak a helyét ide felfordítjuk, ezt az elemet vissza, a helyét vissza, és be is raktuk. Hogyha megyünk körbe, és nincs olyan fehér elem, ahol mi felénk néz, akkor nézzük meg, hogy van olyan, ami felfele néz. Hogyha van, az nagyon jó, akkor azt kell csinálni, hogy megnézzük megint, hogy ez milyen elem, mondjuk itt van ez a fehér, zöld, narancssárga, oda forgatjuk a helyi ezenek itt teje, fehér, zöld, narancssárga. Mivel hogyha most azt csinálnánk, amit előbb, akkor rosszul kerülne be. Ezt ugye nem akarjuk, úgyhogy ilyenkor, hogyha ez itt felfele néz, ide visszük a helyéhez, úgy fogjuk, hogy ez az elem a jobb kezünknél legyen, és annyit csinálunk, hogy a jobb oldal teteje 2, és a jobb oldalát vissza. És lehet látni, hogy ez itt most már felénk néz. Megmutatom még egyszer, jobb oldalát forgatjuk, tetejét egyszer, kétszer, majd a jobb oldalát vissza. És ugyanaz az állás, ami az előbb, odafordítjuk a helyéhez, úgy fogjuk a kockát, hogy a fehér elem felénk nézzen, és behelyezzük. Kijött olyan állás, hogy egy elem már bent van, csak éppen el van fordulva, vagy bent van, csak valami más helyen. Ilyenkor, hogyha ezt ki akarjuk innen szedni, úgy fogjuk megint, hogy ez az elem itt a jobb kezünknél legyen, jobb, teteje jobb vissza, és lehet látni, hogy ez az elem ki is jött, és ugyanúgy be lehet helyezni. És ezzel ki is raktuk a teljes fehér oldalt. Most jön az, hogy kirakjuk a második sort is. Ugyanúgy úgy fogjuk, hogy a fehér oldal lefele nézzen, a sárga pedig felfele. Itt a felső sorban keresünk egy olyan él elemet, amiben nincsen citromsárga. Ugye ez a sárga nincs benne, nézzük, ebben van. Ebben nincs jó. Itt van ez a kék és piros. Megnézzük, hogy alul milyen szín van, ez itt a piros. Úgyhogy ezt a piros középhez forgatjuk, lehet, ez itt nem a piros középnél van, ez se, így se, és így a piros középnél van. Nézzük meg, hogy fönt milyen szín van, ez most a kék. Most meg kell nézni, hogy a kék, ez most ez a jobb vagy a bal kezünknél van. Hát most ugye itt ez a kék, itt a kék a bal kezünknél van. Úgyhogy ezt ezzel ellentétes irányba kell most fordítani, így a jobb kezünkhöz. Lehet látni, hogy itt ellentétes oldalon van. És akkor most be is tudjuk helyezni, úgyhogy itt van ugye ennek a helye. Ugye ez az elem ide kell bekerüljön. A helyét felvisszük, ezt az elemet vissza ide a jobb ujjunkkal, a helyét így vissza, így összeilleszkedett ez a kettő. Most megint úgy fogjuk, ahogy a fehér oldal kirakásánál, hogy ez itt felénk nézzen a fehér, ugye itt van a helye fölött. Mivel most a jobb kezünknél van, a jobb kezünkkel kezdjük el. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és be is kerül. Hát most mondjuk itt van ez a narancssárga kék. Nézzük meg, hogy alul milyen szív van, ez a narancssárga, úgyhogy fordítsuk a narancssárga középhez. Fönn milyen szív van, ez a kék. A kék a jobb vagy a bal kezünknél van? Most a jobb kezünknél van a kék, úgyhogy ezt ide vele ellentétes irányba a bal kezünkhöz fordítjuk. Mivel most ennek a helye itt van, ugye ide kell bekerüljön, ezért itt most a jobb kezünkkel fordítjuk ezt fel, a helyét, a tetejét ide vissza, hogy ugye ide visszakerüljön. Jobb oldalát vissza, most így egymáshoz ment ez a kettő, és megint úgy fogjuk, mint ahogy a fehér oldal kirakásánál, hogy felénk nézzen a fehér, és ugye itt van a helye fölött, mert most ez a bal kezünknél van, a bal mutatójunkkal indítjuk el, teteje vissza, bal vissza, teteje és bal, és be is került. Hogyha megyünk körbe, és a tetején nincs olyan élelem, amiben ne lenne sárga, akkor vagy kiraktuk az összeset, vagy valahol rossz helyen van bent egy vagy két darab. Nézzük meg, mondjuk itt rossz helyen van bent, ez a narancssárga, a zöld, ilyenkor ezt ki kell szedni. Úgy fogjuk, hogy a jobb kezünknél legyen, jobb, teteje vissza. Jobb vissza, most lehet látni, hogy szétjött ez a kettő. Most ezt az elemet, amit előbb kiszedtünk a fehér oldalból, ezt vissza kell helyezni, úgyhogy az első lépésben mutattam. És már ki is jött ez, és meg tudjuk nézni megint, hogy ez most milyen szín van alul. Ez a zöld, oda visszük a zöld középhez. Fönn milyen szín van, narancssárga? A narancssárga az a jobb, vagy a bal kezünknél van? A jobb kezünknél van, úgyhogy vele ellentétes oldalra visszük most a bal kezünkhöz, és ugye itt van ennek az elemnek a helye, a helyét ugye a jobb kezünkkel felvisszük, tetejét vissza, jobb kezünkkel vissza, és megint be lehet helyezni, úgy fogjuk, hogy velünk szembenézzen,
és behelyezzük. Hogyha egy jelen már bent van, csak éppen meg van fordulva, ilyenkor ugyanúgy kell csinálni, mint ahogy előbb mutattam, úgy fogjuk, hogy a jobb kezünknél legyen, jobb teteje vissza. Jobb vissza, szétesett, ezt ide vissza lehet helyezni, és megint ezt az elemet be lehet helyezni. Ellentétes oldalra visszük, helyét fel, összerakjuk, és behelyezzük. És ezzel kész is van az első két sor. Következő lépés az a sárga kereszt kirakása lesz. Itt csak ezt úgy kell, hogy így legyen meg, a többi most nem számít körben. Illetve az is mindegy most, hogy itt egy sarok itt jól áll, vagy az összes rosszul áll, ez nem számít, csak az élemekre kell figyelni. Itt négy lehetséges állás van, az egyik, hogy már alapból megvan, a sárga kereszt, ilyenkor nem kell vele semmit csinálni, és ez a három állás lehet. Egyrészt, hogy nincs meg semmi a keresztből, másik, hogy megvan egy ilyen vonal, illetve, hogy megvan egy ilyen fél kereszt. Ami nagyon jó, hogy mindegyiknél ugyanazt kell majd csinálni. A legegyszerűbb, hogyha kijön ez a vonal, ilyenkor úgy fogjuk, hogy a vonal ez így legyen, velünk szembe legyen egy rossz, és általánosan is egy rossz legyen. És csak annyit csinálunk, hogy megfordítjuk így a szembe oldal, szembe, ugye így volt, és szembe, majd jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, és szembe vissza, és ezzel meg is van. A másik, hogy a fél kereszt van, ugyanazt csináljuk, hogy szembe, majd jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, szembe vissza. Lehet látni, hogy kijött ez az előző ilyen vonalállás, úgy megint azt csináljuk, hogy szembe, jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, szembe vissza, és meg is van a kereszt. A végül pedig lehet az, hogy csak egy elem van, meg ez a közepe, és több semmi más nincs. Ilyenkor ugyanazt csináljuk, most mindegy, hogy hogy fogjuk. Szembe, jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, szembe vissza. Kijön ez a fél kereszt, megint úgy fogjuk, hogy itt bal felül legyen ez a fél kereszt, és itt legyen ez a velünk szembe egy, ami rossz, és jobb kezünknél, ami rossz, majd megint szembe, jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, szembe vissza. Most ez a vonal van, és meg is csináltuk. Következő lépésben a sárga sorok elemeket fogjuk így a helyükre tenni. Lehet látni, hogy most ez itt a zöld-piros van, a kék-pirosnál itt a kék-piros, és stb. Stb. Az most mindegy, hogy ezek a sorok elemek nem állnak jól, az mindegy, csak az a lényeg, hogy ezek az elemek itt a helyükön legyenek. Itt két lehetséges állás van. Először is körbenézünk a kockán, akár forgathatjuk is, és megnézzük, hogy van-e kettő sarok elem, ami jó helyen van, és egymás mellett van, nem átlósan, hanem egymás mellett. Nézzük meg, mondjuk itt van ez a narancssárga zöld, ez most ez itt jól van, de ez itt mellette, ez itt a narancssárga kék, itt a piros zöldnél van, és ez is rossz helyen van, úgyhogy forgassuk tovább, és menjünk körül, mondjuk itt van ez a zöld piros, ez itt a zöld pirosnál van, és ez a kék piros is itt a kék pirosnál van, és ez a kettő itt rossz. Úgyhogy ez itt nagyon jó nekünk, most úgy fogjuk, hogy a két jó, az itt a bal kezünknél legyen, és csak annyit csinálunk, nagyon egyszerű lesz, hogy jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, még kétszer, összesen háromszor, úgyhogy még kétszer jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza. Egy ilyen állapotban lépünk, de nem ijedünk meg, nem rontottuk el semmit. Most átfogjuk úgy a kockát, hogy ez eddig a fehér, ami fölfele nézett, az jobb kezünknél volt, most úgy, hogy a bal kezünknél legyen, és most azt csináljuk a bal kezünkkel, hogy bal vissza, teteje vissza, bal, teteje, még kétszer, összesen háromszor, bal vissza, teteje vissza, bal teteje, bal vissza, teteje vissza, bal teteje. És hogyha így forgatunk egyet, kicsit megnézzük, ez itt most jó helyen van, ez is jó helyen van, ez is jó helyen van, és ez is jó helyen van. Hogyha nincs kettő olyan, ami egymás mellett itt jól van, akkor mindegy, hogy hogy fogjátok a kockát, csak csináljátok meg, és meg kell majd ismételni, úgyhogy akkor már meg lesz ez a kettő, és ugyanúgy bal kéznél kell fogni. Hogyha most ezt előbb megcsináltátok, és nem jött ki, akkor próbáljátok meg még egyszer. Következő lépésben ezt a sárga oldalt fogjuk megcsinálni, hogy mindegyik sárga sarok elem már jól fog állni. Ez most kicsit más kell csinálni, meg kell fordítani majd a kockát. És az a lényeg, hogy itt velünk szembe, itt a jobb oldalon olyan elem legyen, ami még rosszul van. Lehet, hogy most mindegyik rosszul van, de hogyha mondjuk lenne egy olyan, ami már meg van csinálva, akkor ne ez legyen itt, hanem egy olyan, ami rosszul van. De akkor nézzük is meg, ugye ez is most rosszul van, fehér néz felfele, sárga alul. És annyit csinálunk, hogy jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, addig, ameddig ez az elem ide a helyére nem kerül, úgyhogy megcsináljuk. Jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, jobb, teteje, jobb vissza, teteje vissza, ez itt most jól áll,
nem ijedünk meg, hogy a többi most elrontottuk a kockát, nem rontottuk el, csak ne fordítsuk máshogyan. És fontos, hogy itt a teteje vissza sosem maradjon el. Most az alsó soron forgatunk egyet, hogy egy másik olyan elem kerüljön ide, ami rosszul van. Hogyha itt ez az elem mondjuk jól lenne, akkor csak kikerüljük, és ide hozunk egy másikat. És megint jobb teteje, jobb vissza, teteje vissza, jobb teteje, jobb vissza, teteje vissza. Ez az elem a helyére is kerül, és megyünk tovább egészen addig, amíg a helyére nem tettük az összes elemet. És lehet látni, hogyha mindent jól csináltunk, és megvolt mindegyik teteje vissza is, akkor a végén az összes elem jól fog állni, és a kockát sem rontottuk el. Úgyhogy most már csak az utolsó lépés következik, hogy ezeket az él elemeket a helyükre rakjuk. Itt kétfajta állás lehetséges, vagy hogy már megvan az egyik oldal, vagy hogy nincs meg az egyik oldal sem. Hogyha már megvan az egyik oldal, ennek is két variációja lehetséges, de mind a kettő nagyon egyszerű. Fogjuk úgy a kockát, hogy az az oldal, ami megvan csinálva, az velünk szembenézel, és nézzük meg, hogy a másik oldalon milyen közép van. Most ez a kék közép. Nézzük meg, hogy a kék elem, ami ide kell kerüljön, az a jobb vagy a bal kezünknél van. Lehet, hogy ez a kék középnek az eleme, az itt van a bal kezünknél. A másik lehetőség pedig, hogy a jobb kezünknél van. Hogyha a bal kezünknél van, akkor a bal kezünkkel csináljuk meg azt, hogy bal vissza, teteje vissza, bal teteje. Most a jobb kezünk jön, hogy jobb teteje, jobb vissza, teteje vissza. Most a bal kezünknél csináljuk meg ötször azt, hogy bal vissza, teteje vissza, bal teteje. Úgyhogy még egyszer összesen ötször. Lehet látni, hogy ez most meg is van, ezt onnan tudjuk, hogy megcsináltuk az ötször, hogy ez itt helyre állt, és most a jobb kezünknél csináljuk meg ötször, jobb teteje, jobb vissza, teteje vissza. És ezzel ki is raktuk a teljes kockát. Itt a másik lehetőség, hogy ez itt a jobb kezünknél van az elem, ami ide kell illeszkedjen, hogy ide a zöld elem jön, az itt a jobb kezünknél van. Ilyenkor a jobb kezünkkel kezdjük el, hogy jobb teteje, jobb vissza, teteje vissza, majd a bal kezünk, hogy bal vissza, teteje vissza, bal teteje vissza, és most a jobb oldal jön ötször. Bal oldal ötször. És meg is csináltuk. Hogyha egy ilyen állás jött ki, hogy az egyik oldal sincs meg, akkor mindegy, hogy hogy fogjuk a kockát, és mindegy, hogy melyik oldalal kezdjünk, de mondjuk az egyszerűség kedvéért a jobb oldalal kezdjük, hogy jobb teteje, jobb vissza, teteje vissza, és ugyanezt csináljuk, amit az előbb mutattam, csak éppen még egyszer meg kell majd ismételni. És lehet látni, hogy most ezt megcsináltuk, kijött ez az állás, hogy egy oldal megvan, ezt velünk szembe fogjuk, megnézzük másik oldalon, milyen szín van közép, középhez tartozó élelem az itt van, a zöld, és ez a bal kezünknél van, úgyhogy a bal kezünkkel kezdjük. És lehet látni, hogy ezt ha gyorsan begyakoroltátok, akkor ezt nagyon gyorsan lehet csinálni. Úgyhogy ezzel meg is vagyunk, és most már te is ki tudod rakni a Rubik kockát.